Szervusztok, kedves nézőink! Ez itt a heti Agymosó 36. adása. Feldmár Andrással és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András! Az egyik Agymosóban és az Ébredések című könyvedben is megfogalmazott meglátásodba, tanácsodba, miszerint ha szenvedünk, akkor az azért van, mert nem a megfelelő környezetben vagyunk, és jól tesszük, ha energiánkat egy olyan környezet megteremtésére vagy megtalálására fordítjuk, amely úgy illik ránk, mint kesztyű a kézre. Hogyan illik bele az a bölcsesség? Változtasd meg magad, s megváltozik a világ. Mely összecseng sok más terapeuta hozzáállásával is, miszerint felelősek vagyunk a dolgainkért egészen a létrehozott élményekig. Azaz az én felelősségem, hogy hogyan értelmezek egy-egy helyzetet. Mesélted, hogy analízis során derítetted ki, hogy, tudattalanul hordoztad azt az őrült programot, amely szerint a nejeid sorra hagytak el 3 év házasság után, akár csak az édesanyád annak idején, amikor deportálták. Köszönöm az agymosókat, imádom a frappáns válaszaidat. Üdv, Lilla! Az, hogy változtass meg magad, és megváltozik a világ, szerintem nem egy bölcsesség, ez egy hülyeség. Hogy miért? Hát azért, mert elsősorban a nyelv rosszul van használva. Mint hogyha ketten lennénk. Megint van egy szugesszió, ami nem az igazság felé visz, hanem elvisz az igazságtól. Összekever minket. Hogy változtassam meg magam? Ki vagyok én, és ki vagyok magam? És ki az? És ki csinál mit kinek? És ki a jó, és ki a rossz? És kit kell megváltoztatni? És ki fogja megváltoztatni azt, akit meg kell változtatni? Hát ez egy őrület, ez az őrület. Azok a terapeuták, akik ezt bölcsességnek gondolják, azok szerintem olvassák el a Wittgensteint, tanuljanak egy kis filozófiát, és gondolkozzanak azon, hogy miért kell egy ilyen csomóba kötni magukat és másokat. Szerintem az, hogy fogadjam el magam, mert hát én magam vagyok, hát hogy ne fogadjam el magam, az nem egy bölcsesség, az egy tautológia, az magától értetődik. Hogy úgy érezzem magamat, mint hogyha én nem lennék elég jó, és engem meg kell javítani, vagy saját magamnak, vagy elviszem magamat megjavítatni valahova, valaki máshoz. Az egy kegyetlen dolog. A buddhista pszichológia azért mondja, hogy ezt ne csináljuk egyáltalán, hogy a szeretet nem akarja megváltoztatni a másikat. Ha szeretlek, akkor örülök neked úgy, ahogy vagy. Anélkül, hogy bármi vágyam lenne ahhoz, hogy megváltoztassalak. Hát akkor, hogyha ebbe a nyelvi csomóba akarunk belemenni, akkor miért ne szeressem magam? Miért ne legyek, miért legyek kegyetlen magammal, hogyha téged szeretlek? Hát minimum annyira kell örülnöm annak, hogy én az vagyok, aki vagyok, mint neked. Vagy remélem te nekem. Úgyhogy a buddhista pszichológia nyilvánvaló dolgokat mond. Amikor én megváltoztattam azt a programot, ami magamba vésődött, hogy 3,5 éven túl nem lehet kapcsolatot megtartani, az nem arról szólt, hogy megváltoztassam magamat, az arról szólt, hogy rájöjjek valamire.
De arra, hogy valamire rájöjjek, hogy fölébredjek valamire, hogy valamit rosszul gondoltam, vagy valami tévhitem volt, ahhoz nem kell megváltoztatni magam, az csak egy rájöttem beszélgetésbe valakivel. Én remélem, hogy minden beszélgetésben, még ebben is, ha valaki rájön valamire, akkor tisztábban látja a világot, de nem azért, hogy megváltoztassa magát, hanem azért, mert akkor jobban látja, hogy merre menjen, hogy kivel legyen. Azok a nők, akikkel 3,5 év után vége lett a kapcsolatnak, azok nem voltak olyan emberek, akikkel akartam volna lenni, még akkor is, ha nekem nem lett volna ez a programom. Tehát ezt nem csak én egyedül csináltam, mint egy őrült, hanem olyan emberekkel vettem magam körül, akiknek ugyancsak jó volt. Itt a zipzárnak az egyik része, itt a zipzárnak a másik része, és akkor klik, és akkor van egy szörnyű kapcsolat. Tehát nem csak arra kell rájönni, hogy nekem van ez a zipzáram, hanem el kell kerülnöm olyan emberekért, akiknek olyan zipzárjuk van, akivel egy ilyen tragédiát tudok csinálni. Na, hát ennyit. Nekem a szokások még eszembe jutottak, hogy amit viszont megváltoztathatok magamban, nem magamban, de azok a szokásaim. Arról gyakran beszélsz, hogy a szokásainkat szortírozhatjuk, azokat, amik nem használnak nekünk, amik ártanak nekünk, vagy miatt rosszul érezzük magunkat, azokat kicserélhetjük, vagy abba hagyhatjuk. Igen. A legjobb terapeuta egyesek szerint az, aki már minden szokásától megszabadult, mert akkor hitelesen tudja ajánlani a paciensének, hogy tulajdonképpen csak erről van szó mindig, hogy szabaduljunk meg a szokásainktól. Uh-huh. És hogyha ezt a zipzáros példát nézzük, akkor az a két ember, aki képes így összecsatlakozni egy zipzárba, és úgy kínozza egymást, az abba is hagyhatja, nem? Persze. Persze. És amikor én egy párral dolgozom, akkor az a metafora van, működik bennem, hogy közöttük van egy seprűnyél, az övükhöz van kötve, be van akasztva az övükbe, úgyhogy nem tudnak közelebb se kerülni, se távolabb kerülni egymástól, és ez nagyon kényelmetlen, egy életet élni egy seprűnyéllel közöttük. Akkor az én dolgom az, hogy kiveszem a seprűnyelet, és akkor mondjuk megváltoztatják a szokásaikat. Akkor vagy közelebb kerülnek, mint bár valaha is voltak, vagy messzebbre, és elhagyják egymást. Tehát én soha nem tudom, hogy milyen irányba lesz a változás. Nézzük a következő kérdést. Kedves András, egy éve vagyok együtt a párommal, nagyon szeretjük egymást, és abszolút egy hullámon rezonálunk, még mindig nagyon intenzív ennyi idő után is, ő a leghosszabb kapcsolatom eddig. A probléma az, hogy úgy jöttünk össze, hogy volt egy átmeneti fázis egy hónapig, amikor még az akkori barátjával együtt volt, de mi már összejártunk, tehát ez idő alatt heti többször megcsalta velem. A szakítást a srác nagyon nehezen akart elfogadni, de ő nem tudta, mit művelünk a háta mögött. Természetesen lehet morálisan ítélkezni e felett, a barátnőm megpróbálta olyan rövidre zárni, amennyire lehet, de ez egy új élethelyzet volt mindkettőnknek, mindhármunknak. A mai napig bűntudatom is van miatta, a karma is teszi a dolgát, hogy bizonyos időközönként paranoid féltékenységi rohamaim vannak. Hazajövök és a lepedőket vizsgálom, mindenfélét kitalálok, gyanúsítgatom, mert azt hiszem, hogy ha vele képes volt megtenni, velem is megteszi. Hiába mondja, hogy az egy döglött kapcsolat volt, és én teljesen más vagyok, és többet nem tudná amúgy sem végigcsinálni ezt a hercehurcát, ami ezzel jár. Hiszett neki természetesen.
A rohamok végén mindig nagyon szégyellem magam, hogy mennyire butaság az egész. Ő a gyanúsítgatások ellenére kitart mellettem, gondolkozunk, hogy keressek magamnak terapeutát vagy pszichológust. Nem várom, hogy megmond a megoldást látatlanban, de ha bármi javaslatod van, nagy örömet okoznál vele számomra. Talán ki kellene állnom a srác elé ennyi idő után is bevállalni? Azóta neki is barátnője van, arra gondolok, mit segítene ez az egész ő rajta, vagy az én elme állapotomon. Kérlek, mondd el, ha van ötleted. Köszönettel, V. 30 éves. Na. Hát a legfontosabb tévedés itt, ami sok rossz kínzó érzésekre vezet, az az, hogy ha valaki valamit megtesz, akkor úgy nézünk rá, hogy ez egy olyan ember, aki ezt meg tudja tenni. Tehát nem azt mondjuk, hogy a Sári megcsalta a barátját velem, hanem azt mondjuk, hogy a Sári képes, a Sári egy olyan nő, aki képes arra, hogy megcsalja azt a férfit, akivel éppen van. Tehát nem a cselekedetre fókuszálunk, hanem a személyiségre. Ami mindig egy rettenetes hiba, mert nincs személyiség. Mint sokszor mondtam, nincsenek tolvajok, csak vannak emberek, akik lopnak. Nincsenek homoszexuálisok, csak vannak férfiak, például, akik férfiakkal szexelnek. Most. Ma. Holnap, ki tudja? Tehát nem kell az identitásomat ahhoz kötni, amit csinálok. Abba hagyni valamit, amit csinálok, mondjuk, hogyha állandóan ezt csinálom, akkor én nem egy olyan ember vagyok, aki ezt csinálja, hanem csak ezt csinálom. És ezt könnyű soha többé nem csinálni. Ő megcsalta a pasiát veled, hol ott a logika, hogy ő hogy meg fog csalni téged? Mert ő egy olyan nő, aki megcsalja a pasiát, akivel éppen van. Tehát akkor szégyellje magát. Ebből jön a szégyen, hogy hát én egy tolvaj vagyok. De hogyha csak loptam, akkor nem kell szégyelni magam, hanem elhatározhatom, hogy soha többet nem lopok. Kész. Vége. Ha a barátnőd elhatározta, hogy ő soha többé férfit nem csal meg, hanem mielőtt ez megtörténne, megmondja a pasiának, hogy mi van, hát akkor ennek vége, akkor itt nincs probléma. Az, hogy ő ezt elhatározta-e, és az, hogy te elhiszed-e neki, hát az már más kérdés. Ha tényleg valaki olyat akarsz, olyan nővel akarsz lenni, akiről tudod, hogy nem fog megcsalni, hát azt hogy lehet elérni? Azt csak úgy lehet elérni, hogy bevarrod a punciát. Vagy egy ilyen lakatot teszel a punciára, és nálad van az egyetlen kulcs. Hát bizalom kérdése. Az, hogy te megmond a volt pasiának, hogy mi volt, hát az teljesen egy őrület. Főleg te nem te csaltad meg, hanem a csajod. Ha valakinek meg kéne mondani, az ő, de hát miért kell megmondani? Mint ahogy gondolod, hogy arra nincs is szükség. Na most, hogy neked miért ez olyan fontos, miért olyan nehéz neked megbízni abban a nőben, akibe beleszerettél, és akit elcsábítottál, az lehet, hogy azért, mert ez már benne van a véredben, hogy már voltak ilyen hazugságok a múltban, amikor egy érzés óriási és nagyon erős,
amit te úgy írsz le, hogy paranoid féltékenységi roham, ami persze nem az, ez is egy rossz metafora, mert ez nem egy roham, ami azért jön, mert beteg vagy, te nem vagy beteg, ezt te csinálod. Valamire emlékszel, valami történik benned, amit a te gondolkodásod, a te pszichéd produkál. Ez nem egy betegség, ez egy vihar. De hát ez a vihar akkor keletkezik, amikor már ilyen volt az életedben. Én már elég hosszú ideje dolgozom itt a városban, úgyhogy most már a felnőtt gyerekeivel foglalkozom azoknak, akik 20-30 évvel ezelőtt a pacienseim voltak. És így gyakran megtörténik, hogy például dolgoztam egy nővel, aki évekig megcsalta a férjét, anélkül, hogy a két gyereke és a férje tudta volna. 20 évvel azután, mikor én erről értesültem, először megérkezett a nőnek a fia, felnőtt fia már akkor, és később a nőnek a lánya, felnőtt lánya, és mind a kettő féltékenységtől szenvedett. Megalapozatlan, de nagyon erős félelmeik voltak, hogy a párjukban nem lehet megbízni. Hát nem mondhattam nekik, hogy na jó, hát ide figyelj, az anyádban nem lehetett megbízni, akkor persze, hogy azt hiszem, hogy senkiben sem lehet megbízni. Mert amit nekem mondanak a rendelőmben, az titok marad. Annyit tudtam csak csinálni, hogy mondtam, hogy bátorítottam mind a kettőt, hogy mondják el a bajaikat az anyjuknak, hogy beszélgessenek az anyjukkal. És reméltem, hogy esetleg az anyjuk elmondja, hogy na hát ez volt. Úgyhogy bocsánat, azért, mert én ezt csináltam, nem jelenti azt, hogy azt, akit te szeretsz, az is ezt fogja csinálni. Hát Isten tudja, hogy mi van. Még az elejéről az jutott eszembe, azt írtam fel magamnak, hogy úgy kezdted, hogy hát itt ott van a tévedés, hogy, és sokszorra kezded így a válaszokat, hogy hol van a tévedés. És erről eszembe jutott az a gondolat, hogy dogmákban hiszünk, és azoktól szenvedünk. Hogy mint hogyha rossz hiteink vannak, és azoktól szenvedünk. Ez érdekes nagyon. Igen, hát ez egy óriási hiba, ami itt működik, hogy az, amit teszel, az vagy. Hát egyáltalán nem igaz. Ez tényleg egy rettenetes tévhit. És szerintem az emberek többsége ezt mélyen hiszi. Oké, nézzük a mai utolsó kérdésünket. Kedves Feldmár András, Márkónak hívnak, Szlovákiából származom. A varázsgombáról és az LSD-ről szeretnék véleményt kérni öntől. Egyszerűen mindent hallani akarok, még ha ez lehetetlen is, amit ön tud róla, és amit elmondhat nyilvánosan videoblogban. Mi a kettő szer közti különbség? Miben jó és miben rossz? Melyik hasznosabb? Teszem hozzá, nem kell a kérdéseimre választ adni, csak annyit kérek, hogy mondjon el róla mindent, amit el akar, vagy amit elmondhat. Köszönöm szépen előre is. Hát úgy tűnik Magyarországon ez még mindig egy tabu téma, de a világban most van egy pszichedelikus reneszánsz, aminek én nagyon örülök. 1969 környékén ezek a szerek még legálisak voltak.
Tehát amikor én 29-30 éves voltam, és megérkeztem Vancouverbe, akkor itt volt egy kórház, ahol legálisan semmi más nem csináltak, csak LSD-vel kezelték azokat, akik megjelentek a kórházban, vagy azért, mert a kreativitásukat akarták növelni, vagy azért, mert alkoholistáknak gondolták magukat, akik nem tudnak leszokni az ivásról, és az LSD terápia után abba hagyták. De azóta illegálisak ezek a szerek, és most úgy néz ki, úgy tűnik, hogy 5 éven belül világszerte ismét legálisan is lehet használni ezeket a szereket. Hogy mi a különbség az LSD és a psilocybin varázsgomba között? Hát semmi, meg minden. Mi a különbség a kelkáposzta főzelék és a virsli között? Hát más. Vannak olyanok, olyan emberek, akik valahogy azt gondolják, hogy hát a gomba az természetes, hát az tulajdonképpen csak zöldség, amit megeszel, a természet adja, és az LSD az valahogy arra vigyázni kell, mert egy ember egy laboratóriumban tette össze kémiai vegyszerekből. Tehát az egyik mesterséges, a másik természetes. De szerintem ez abszolút tök mindegy. Bár azok, akiknek több élményük van ezen a téren, azt mondják, hogy az ayahuasca, a gomba, a meszkalin, azok, amik természetes szerek, azok van egy szellem, ami össze van kötve a szerrel. Tehát az ayahuascának a szelleme általában egy öreg asszony, akit nagyanyának hívnak, és ez a szellem, ez egy intelligencia, akivel lehet beszélgetni. Az LSD pedig tulajdonképpen senki nem találkozott eddig még az LSD szellemével, az csak felhúzza a rolókat a lélek, a telelked ablakainál, úgyhogy ki tudsz nézni olyan helyekre, ahova eddig még nem láttál. De hát persze ez se biztos, senki nem tudja, hogy mit jelent az élmény, ami biztos, hogy megtörténik. Biztos vagyok az élményemben, de nem abban, hogy mit jelent. Úgyhogy lehet, hogy amikor az LSD hatása alatt valaki arról beszél, hogy megismerte az Istent, és hogy rájött arra, hogy mindannyian egyek vagyunk, és nem csak egymással, hanem a világgal, a világ mindenséggel, hogy ez lehet, hogy az egy álom, hogy az a része az agyamnak, ami álmodik, az lesz, az működik az LSD hatása alatt, és akkor ilyen remek álmaim vannak, vagy pedig tényleg kinyílik egy ablak, és a világ mindenség titkait látom meg, a valóság mi voltát. Ezt senki nem tudja garantálni. Még csak annyit esetleg, hogy most az a veszély,
hogy ugyanúgy fogják használni ezeket a szereket, mint manapság az antidepresszánsokat, vagy a szorongás elleni pszichiátriai orvosságokat, hogy tulajdonképpen csak vedd be, valaki vigyáz rád, és akkor transformálni fog a szer. Ugye a szer a varázs. Szer, én ebben nem hiszek, a pszichedelikus terápiában is, mint a normális mindennapi terápiában is, a kapcsolat a terapeutával a fontos, a szer csak kinyitja a lehetőségeket, esetleg közelebb engedi a két embert egymáshoz, és hatékonyabb a kommunikáció. Tehát a szer még mindig másodlagos, a kapcsolat mindig elsődleges. Hát ennyi. Ha jól tudom, akkor te hamarosan egy olyan legális terapeuta képzés programjában veszel majd részt mentorként, ahol pszichedelikus szerekkel való pszichoterápiát fognak tanítani. Például ezt a gondolatodat is szeretnéd ott átadni, vagy ott mi lesz mentorként a dolgod? Hát most már én mentor vagyok, jelenleg két emberrel dolgozom, a CIIS keretein belül, ami egy kaliforniai iskola, ahol terapeuták és papok és szerzetesek és pszichiáterek és pszichológusok tanulják a pszichedelikus terápia részleteit, és most már ott egy éve mentor vagyok. Én mindig a magamét mondom, de mint mentor én nekem csak azoknak a kérdéseire kell válaszolnom, vagy azt arra reagálok, amit ők hoznak hozzám, úgyhogy nekem nincs célom, de ha engem megkérdeznek, akkor nekem az a legfontosabb most, hogy ne felejtsük el ebben az új buzgóságban, hogy tulajdonképpen néha az, hogyha ketten vagyunk a terápiában, az tényleg egy nagyon fontos kapcsolat. Most, hogyha ehhez hozzáadjuk a pszichedelikumot, akkor tulajdonképpen egy háromszög keletkezik. Vagy te vagyok én, és van a pszichedelikum. És akkor az lehet, hogy lehűti a mi kapcsolatunkat, mert mind a ketten az LSD-vel lesz kapcsolatunk, nem egymással. Hát erre vigyázni kell. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen nektek is, kedves nézők. Találkozunk legközelebb, valószínűleg egy hét múlva. Sziasztok!